spórolat kell. Hogy... <laughs> Én azt hittem, hogy tapsolni fogsz. <laughs> A végén kell. Zrínyi Gál vagyok, és 2014 óta az összes közösségi színházi adásnak valamilyen formán részvevője, alkotója voltam. Két meghatározó élmény jut eszembe. Az egyik az az, amikor nagyjából mindegy, hogy melyik eladásról van szó, mert ez mindegyiknél nagyjából azonos, hogy a bemutató előtt vagyunk mondjuk egy nappal, és kb. az az élmény, hogy ez nem fog menni. Tehát, nyilván van már egy tapasztalat, hogy menni fog, de mégis valahogy ott akkor képes vagyok elérni, hogy nem fog menni, és csak a tapasztalat, hogy már annyiszor ment, visz előrébb, hogy hát talán ezt is megugorjuk. Ez egy, ez egy elég izgalmas és félelmetes érzés, amikor amikor nem tudsz másban bízni, mint a közösségben, ami létrejött a csapatból. Ráadásul nekem, mint rendezőnek ilyenkor már nincs is semmilyen lehetőségem hozzányúlni a darabhoz. Tehát a bemutatónál már teljesen a csapaté a, az egész, és én, én csak így kívülről nézem. Ez egy nagyon izgalmas része számomra az egésznek, amikor már nem tudok hozzátenni, az már teljesen rajtuk múlik. Másik nagyon meghatározó élményem az az, amikor nagyjából a, ezt is egy kicsit általánosan mondom mindegyik projekthez, tehát nagyjából a feléhez érünk, akkor elmegyek megírni a darabot. Ez nem mindig egyedül csinálom, de mégis ez egy, ez egy nagyon izgalmas élmény számomra. Itt itt nagyon sok anyagunk van már a szereplőkről, videóanyag, és, és nagyon sokat találkoztunk már, tehát ilyen nagyon sok benyomás is van és, és ilyenkor próbálok belebújni a bőrükbe valahogy, de ez egy olyan, ez egy nagyon izgalmas folyamat, ami egyrészt nagyon megtisztelő, másrészt meg nagyon valahogy kicsit olyan, nem tudom, olyan varázslatos. Tehát, hogy a, még, a, még, annál is sokkal izgalmasabb, mint amikor színészként megpróbálok egy szerepet eljátszani, ott is belebújok valaki bőrébe, de itt, itt, úgy kell belebújnom, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon, hogy tényleg megtaláljam őt, hogy, hogy hogy azt írjam, hogy azt gondolja, hogy úgy forgassam az agyát, ez egy nagyon, nagyon sok alázatot követelő, és közben nagyon, nagyon megtisztelő és izgalmas feladat. A legnehezebb élményem egy olyan előadáshoz kötődik, ami nem lett bemutatva. Ennek az erőszak volt a témája, és volt egy szereplőnk, aki családon belüli szexuális zaklatásnak lett az áldozata és, és volt egy próba, ahol ő valami olyan, olyan... Azt tudom elmondani, hogy mi volt a próba után. A próba után, aztán, mert így talán érthetőbb lesz, hogy mi, mi volt ez a nehéz pillanat. A próba után azt mondta, hogy, <kül> hogy több tíz éve dolgozik együtt nagyon sok ö, pszichológussal, hogy fel tudja dolgozni azt, ami történt vele, de mégsem tudott soha kimondani olyan dolgokat, amiket most itt ki tudott mondani, és ez nem azért volt, mert ki tudta mondani, hanem mert egyáltalán megfogalmazódott benne. És akkor most vissza erre a nehéz pillanatra, vagy erre az élményre, hogy, hogy egyszer csak így, így látszott az a pillanat, amikor benne megszületnek ilyen teljesen új felismerések, vagy érzések ezzel az egésszel kapcsolatban, amit ő megélt, vagy ami benne van. És valahogy ugye itt voltunk mindannyian a szereplők, és a, akikkel együtt dolgozom a darabon, és, és valahogy tényleg egy ilyen légüres térré vált az egész. Így látszott, hogy teljesen el, el, elnémult ő, egyszer csak egy jelenet közepén, egy improvizáció közepén, és úgy mindenki érezte, hogy ez most nem az a pillanat, amikor ebben mi beleszólunk, hanem csak egyszerűen tanulni lehetünk annak, ami ott történik vele. És ez egy, ez egy brutál nehéz pillanat volt, azt hiszem, mindannyiunknak. Szerencse, hogy aztán egy ilyen felemelő vége lett neki. Eszembe még egy meghatározó élmény az elejére, úgyhogy azt még elmesélem, az pedig az, hogy az egyik előadásunkban ott nem nagyon sikerült jól vezetni valószínűleg a szereplőket, ezért nagyon olyan felszínen mozgott a, a próba folyamat, és nem nagyon sikerült a mélyére mennie egyik szereplőnek se. És egyszer csak, körülbelül egy-három egy hét után valami történt, ami miatt az egyik szereplő sikerült úgy felpiszkálni, hogy egy olyan, egy olyan őszinte monológot mondott el saját magáról, a, 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 hogy a, 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 teljesen mindenkinek leesett az állás. Ez egy nagyon meghatározó élmény volt, ahogy innentől mindenki számára egyértelmű vált, hogy ezt meg lehet csinálni. Hogy ez nem ciki megnyírni a többiek előtt, hanem, hanem ez ennek van valami, tényleg valami ilyen, ilyen hogy szerethetővé, szerethetőbbé válsz attól, hogyha vállalod a, a nehézségeidet, vagy gyengeségeidet. Holott az ember azt gondolná, hogy akkor cikivé válok, de hogy ott, ott hirtelen így megérte mindenki, hogy nem. Mert hogy én őt elkezdtem jobban szeretni attól, hogy megnyílt, akkor én is megnyílhatok, mert hát ha velem is ez lesz. Ez egy nagyon izgalmas élmény volt. Egyrészt van egy ilyen nagy nyugodtság, hogy vége a munkának, szuper. Másrészt meg van egy irigység, hogy, hogy én nem lehetek ott, hogy nem játszhatok velük. Ez főleg akkor van, hogyha szeretem a darabot, amit éppen bemutatunk, nyilván <laughs> ciki lenne, ha nem szeretném. Tehát olyanra próbálom csinálni, hogy szeressem. Úgyhogy általában irigy is vagyok, és közben van egy óriási félelem, hogy már nem tudok hozzátenni. Tehát most már, ha, ha elrontják, elrontják. Ha, tehát nem, sehogy nem tudom segíteni már őket, ez már az ő munkájuk. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas, izgalmas időszak a bemutató előtt. Nagyon érdekes, hogy, hogy ilyenkor legszívesebben teljesen egyedül lennék. Tehát se a szereplőkkel nem akarok lenni, se a, nézőkkel nem akarok találkozni sem munkatársaim, a munkatársaimmal, tökéletesen én egyedülülni egyedül ülni valahol, de ez nyilván ez nem erről szól, ez közösségi színház. Hát mondjuk azt, azt, nagyon, azt nagyon szeretem, hogy majdnem minden adásnak van egy olyan szereplője, aki, aki azt a visszajelzést adja, hogy, hogy ő soha nem gondolta volna, hogy, hogy ilyen közel tud kerülni egy társadalmilag tőle ennyire távol lévő embertől. Akár felfogásban, akár mindenféle <kül> szempontból társadalmilag teljesen máshol elhelyezkedő emberrel. Ez, ez számomra nagyon izgalmas. Vagy én ennek nagyon örülök, amikor hát így kvázi nyitottabbá tudnak válni a szereplőink azáltal, hogy találkoznak egymással. És kiderül, hogy a másik is ugyanolyan problémákkal küzd, és ugyanolyan örömöket tud átélni. Hát egyébként nyilván az, hogy a blokkolót, az első előadásunkat azt a színházi kritikusok jelölték, a, az, az, mondjuk egy, az mondjuk meg szakmailag volt egy nagyon jó visszajelzés. És az, hogy a Dortmundi Egyetemen is azt gondolták, hogy ez az egész modell, amit mi csinálunk a Komában, ez, ez érdemes arra, hogy ott tartsunk egy kurzust erről az ottani hallgatóknak, az megint csak egy elég pozitív visszajelzés. De nem, de nem véletlenül mondtam az első élménynek azt, amit. Hát én foly... nem tudom. Nem tudom, mert nyilván ennek van egy ilyen... Hát van egy ilyen nagyon patetikus, de hát közben meg ez valóság. Hát azért azzal, hogy én ennyire megismer, hogy emberek ennyire közel engednek magukhoz, azzal biztos, hogy nagyon sokat változok. Tehát ez nem tudok így konkrétan megfogalmazni valamit, hogy, hogy Hú, akkor én most... De biztos, hogy sokkal nyitottabb lettem én is, azáltal, hogy látom őket nyitottabbnak lenni. Talán, talán mindig egy kicsit jobban tudok figyelni, azt hiszem. Hát is egyre jobban szeretem ezt csinálni. Nagyon szeretem ezt csinálni. Azt hiszem, hogyha valami értelme van a színháznak, akkor az ez. Szerintem azért érdemes részt venni ebben a projektben, mert, mert amellett, hogy nagyon sokat tudhatsz meg magadról, tehát nagyon keményen veszük az önismereti tréning részét, amellett, amellett ez Tényleg egy, egy, egy teljesen egyedi élmény. Tehát, hogy ezt nem, nem tudod sehol máshol megkapni, ezt az élményt. Elképesztően nehéz. Nagyon sok felajánlással jár, és nagyon sok lemondással jár, de de a számomra teljesen egyértelmű nézve a szereplőket, hogy ez bőven kifizetődik. Tehát nagyon intenzív, nagyon intenzív kapcsolatokat élsz át nagyon intenzív érzéseket élsz át, és közben meg nagyon hasznos skilleket tudsz fejleszteni. Tehát a kiállás, a fogalmazás, a meghallgatás, a tested használata, mint kommunikációs eszköz, a gondolkodás, tehát nagyon-nagyon fontos dolgokat tud fejleszteni. Nem tud, hanem fejleszt. A közösségi színház nekem a színház.